Borboly Csaba vagyok, Harghita megye tanácsának az elnöke, a régiók bizottsága, Szelek bizottságának a szakbizottságának a tagja. Azt gondolom, hogy Európa oktatási rendszerének a modernizálására szükség van. Több Európára van szükség, főleg azokban a térségekben, amelyek kevesebbé fejlettek. El kell érjük, hogy a tagállamok egyformán jelentős pénzösszeget fordítsanak az oktatásra, hiszen a fiatalok kívül kerülnek az oktatási rendszeren. Oda kell figyelnünk az egyetemeinkre, oda kell figyelnünk a kisebb egyetemekre, hogy azok legyenek beépítve a társadalmi, a térségi folyamatokban. Oda kell figyeljünk a nemzeti és etnikai kisebbségekre, oda kell figyeljünk a pedagógusokra, oda kell figyeljük a pályát elhagyó fiatalokra. Egy azt is mondhatnánk, hogy pálya orientációra és a pálya követésre egyaránt szükségünk. Egyértelmű, hogy a régiók és a városok, a települések tudják biztosítani leginkább a megtelepedést, a megfelelő oktatási színvonalhoz való jutást, és mindenféleképpen ebben a döntéshozatalban be kell vonni a helyi, megyei, regionális önkormányzatokat, hisz annélkül a szubszidiaritás elve nélkül jó oktatási rendszert Európában elképzelni nem lehet. Nagyon fontos Harghita megye számára, Székelyföld számára, de azt gondolom egész Európa számára az, hogy a helyi közösségi döntések érvényesüljenek az közoktatásban. Oda kell figyeljünk azokra a fiatalokra, akik keresik a jövőjüket, oda kell figyeljünk, hogy olyan szakmában és olyan felkészültségben, olyan kompetenciával próbáljanak belépni a munkaerőpiacra, amivel tudnak otthon boldogulni saját hazáikba, ne kelljen elvándorolniuk, és tudjanak otthon családot alapítani, legalábbis Harghita megyében mi mindenféleképpen ezt szeretnénk, hogy ne elzarándokoljanak a fiatalok, hanem otthon maradjanak, vagy el is mennek, térjenek vissza, ehhez pedig egy erős oktatási rendszerre van szükség.